Szépek, csinosak, izmosak, szinte tökéletesek. A fitness modelleket a közönség csak a színpadon látja, de minden mögött kőkemény edzés, diéta és nem utolsó sorban profi stáb áll. Noémi tavaly ősszel jelentkezett a pécsi Szakács Team fitness modell válogatójára. Most két csapattársával együtt ingyenes smink és frizura próbán vehetett részt. Látom magam kicsit más oldalról, milyen amikor a hajam meg van csinálva, milyen egy erősebb smink, és hogy milyen jól tud állni az embernek, mikor tényleg úgy készen van. Dominika jövő ősszel versenyez majd bikini fitness junior kategóriában. Volt már olyan, hogy sminkmodellkedtem, de nem versenyhez, hanem kicsit más kategóriáin, extrémebb. Lilla is szép eredményeket ért már el fitness modellként, de a tanulás most előrébb került a fontossági sorrendben. Én megyek ezután egy fotózásra, ami lehet, hogy majd egy újabb karrier kezdetét fogja elindítani, úgyhogy most jelenleg arra fogunk készülgetni, sminkelgetni, hajat csinálni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. A lányok edzés programját és étrendjét Szakács Sándor állítja össze. Mint mondja, a fitness versenyeken az összhatást pontozzák. A jó frizura, az előnyös smink és a megfelelő bikini legalább olyan fontos, mint az izomzat és a pózok pontossága. Kis Csilla, aki maga is versenyzett a csapat színeiben, erre az alkalomra felajánlotta szalonját, hogy a Budapestről érkezett szakemberek ott készíthessék el a lányok sminkjét és frizuráját. Fú, hát ez egy óriási felajánlás a Faludi AG-ek részéről, hogy megcsinálják a lányoknak a versenysminkjüket, és így legalább akkor arra már nem lesz gondunk a színpadra lépés előtt, hogy milyen jellegű sminkek legyenek. Hát én azt várom, hogy ez egyértelműen jó lesz, mert ugye az Ági már nagyon-nagyon sok sminket csinált, meg anno a versenyzőimnek is mindig nagyon jó megcsinálta. Hát innét, ha kész a smink, kész a haj, akkor a lányok mennek portfóliófotózásra. Tehát ez pont a legjobbkor jött nekünk. Nem csak a lányok, hanem edzőjük is elégedett volt a végeredménnyel.